Szeretettel köszöntök mindenkit a repülőegyetemünk, vagy mit akarok mondani, a virtuális utak harmadik állomásán Oroszországban. Hát ide is eljutottunk, legalábbis így virtuálisan. Mai alkalommal kicsit másról, olyan másképpen fog beszélni, mint amit meghirdettem. Azt hirdettem meg, hogy a Novgorod Ikon Múzeumról beszélek, de amikor állítottam össze az előadást, akkor azt láttam, hogy az ikonok megértéséhez kell tudni azt is, hogy milyen templomban vannak, a templomok megértéséhez kell azt is tudni, hogy kik állították a templomot, és miért állították, és hogyan. Tehát végül is úgy alakult ez ki az előadás, hogy egy történelemmel, társadalom történettel kell kezdenem Novgorodról, ez viszi el körül az előadás felét, és a második felében tudok az ikonokról beszélni. Ne nagyon szomorkodjatok emiatt, mert ikonokról lesz bőven szó a következőkben is, megírni is fogok róla bőven. Most azt látom, hogy Éva felemelte a kezét, de nem tudok felemelt kezekkel mit tenni. Nem tudok reagálni semmiféle csetre, meg beleszólásra. Ha valaki nagyon akar valamit mondani, akkor szóljon bele a mikrofonba, és azt meghallom. Tehát a következő, a mostani alkalommal először egy rövid, ám de érdekfeszítő bevezetőt tartok a Novgorodról, mint olyanról, Novgorod történetéről, hogy mitől volt Novgorod egészen más, mint Oroszország többi része, és mitől lenne most egészen más Oroszország, ha nem Moszkva, hanem Novgorod győzött volna abban a bizonyos 1300-as, 1400-as évekbeli mérkőzésben. Mitől lenne most Oroszország olyan nyitott és eleven, mint Amerika, ha Novgorod győzött volna, ezt elmondom, és aztán térünk át a templomokra és az ikonokra. Megosztom a képernyőt, és kezdődjék a Oroszország történelme Novgorodban kezdődött. Több értelemben is. Az egyik legfontosabb értelem, hogy az a pillanat, amikor a nagy, végtelen nagy orosz síkságon élő és a generációk óta az egyszerű életüket folytató szláv csoportok világába hirtelen berobban a világtörténelem, és elindít egy olyan utat, amelyik 1000 éven át máig tart. Az a pillanat az Novgorodban következik be, ezt fogom most elmondani. A másik értelem pedig, hogy amit a történelem nevezünk, tehát az írásbeliség előtt és utáni kor, az írásbeliség szintén Novgorodban következik be először Oroszországban. Nézzük, hogyan történik ez. Először is nézzük meg a történelmi szinteret. Ez a hatos gomb, ahol hat fontos pontot fogunk látni, ez Novgorod, közel a balti öbölhöz, közel Szentpétervárhoz, és különböző vízi utakon nem egyetlen összefüggő, egyetlen hatalmas folyóval, hanem több összefüggő folyó rendszeren keresztül leér a fekete, lemennek a vízi utak a Fekete-tengerre, Fekete-tengeren pedig a ma Isztambulnak nevezett Bizáncba, Konstantinápolyba. Tehát egy nagyon jó vízi útvonal rendszer elején fekszik Novgorod. Moszkvától, amelyik akkor, amiről most beszél, akkor még nem is létezik, Moszkva legalább 400 éve később keletkezik, mint Novgorod. De Moszkvától kb. 600 km, ez a kicsi távolság, ez ekkora. Szentpétervártól 200 km, Szentpéter aztán végképp nem létezik. Szentpéter kb. 800 évvel később fog megalakulni. És a balti államok közelében a
történet úgy kezdődik, hogy ezen a vizekben, mocsarakban, ligetekben, erdőségben, bővelkedő vidéken alapvetően finnugorok vannak. A ritkás alakult vidék, a finnugorok halászok, vadászok, egy embernek kb. 4 négyzetkilométerre van szüksége ahhoz, hogy eltartsa magát, és ezért nagyon nagy távokat, nagyon nagy tereket laknak be. A csúd finnugor törzs lakik itt, és lassan felérkezik két szláv törzs ide, a szlovének, a szlovjánok, nem az oroskamai szlovénekkel, és a kricsánok. Van, aki a nevet nem ismeri. A két társaság nem zavarja egymást, mert a finnugorok halásznak, vadásznak, a szlávok pedig földet művelnek, kiegészítik egymást, segítik egymást, soha, amennyire tudjuk, soha erőszakos konfliktus nem kerül sor köztük. Együtt élnek, és a történelem akkor virad rájuk, amikor a varégok, ahogy itt nevezik, azaz normannok vagy vikingek, akik itt laknak, közelben láttuk az előbb a Skandináviát, elkezdenek érdeklődni a terület iránt. Először adófizetésre kényszerítik az itteni kis népeket, de azok összefognak, és megtakadják az adófizetést, kiűzik a varég adószedőket, viszont ha már egyszer összefogtak, akkor látják, hogy az összefogásnak milyen ereje van, és úgy gondolják, hogy ezt meg kéne valahogy tartani, valahogy össze kéne szerveződni egy állammá, de hát ennek semmilyen tapasztalata nincsen közöttük. Úgyhogy végső tanástalanságban magukhoz, a varégokhoz fordulnak, mert látják, hogy a varégok, a vikingek már ezt jó ideje megcsinálták. Azok értenek ahhoz, hogy hogyan kell megszervezni egy társaságot, hogyan kell államot szervezni, értenek az adminisztrációhoz. És követséget küldenek az egyik legközelebbi varég törzshöz, hogy elvállalnák-e szerződés fejében, hogy fejedelmük legyenek. Tehát, hogy eljöjjenek fejedelemkedni föléjük. A varégok elvállalják, egy Rurik nevű varég törzsfőnök jön népével együtt, aki itt Novgorodban, a város mellett, egy 5-6 kilométerrel, Gorodiscsében a folyópartján felüti a fejedelmi favárát, és innentől kezdve onnan irányítja Novgorodot. Megkérdeztetnénk, hogy miért ilyen marhák ezek a novgorodiak, akik nem tudnak maguk közül fejedelmet találni, hanem kívülről kell valakit kívniuk. Pláne olyat, aki adószedésre kényszerítette őket. A válasz az, hogy a novgorodiak elég okosak voltak. Tudták, hogy ha ez a három különböző törzs, három különböző nép maga kezden el uralkodni egymáson, abból biztos, hogy feszültség lenne, mert egyik se akarná, hogy a másik uralkodjon rajta, valamint egyiknek sincsen tapasztalata abban, hogy hogyan kell ezt csinálni. A varékot viszont, ha meghívják, azokat szerződést lehet kötni, és a szerződéssel meg lehet akadályozni azt, hogy totális hatalomra kerüljenek. Valóban valami egyedülállót csinálnak az orosz történelemben, és az egyedülálló, ez annyira érdekes, hogy ez 500 éven át külön út lesz az orosz történelemben, és ha nem tette volna Retteget Iván tönkre, akkor ma egészen másképp néznek az orosz történelem. Ugyanis olyan szerződést kötnek a varég fejedelemmel, aki beérkezik, hogy egyetlen pillanat, itten sorba kapom a kéréseket, hogy hogyan lehet csatlakozni, tehát megírtam. Tamás, adjad, majd elintézem az Ágit, jó? Mondd tovább. Köszönöm. Tehát olyan szerződést kötnek a varég fejedelemmel, hogy az nem teljhatalmat kap, mint a fejedelmekről képzelnénk, hanem mindenek előtt nem szedhet adót Novgorod területén, hanem azt majd a novgorodiak beszedik, és abból annyi pénzt adnak a fejedelemnek, amennyit ők jónak látnak. Tehát gyakorlatilag a fejedelmet
egy állami szolgává teszik, egy hivatalnokká, aki a testülettől, államtestülettől kap pénzt. Ezzel 1000 évvel megelőzték az európai fejlődést. Elvileg olyasmit csináltak, mint amilyen most a miniszter, vagy a miniszterelnök, vagy a köztársasági elnök, vagy hasonló, aki voltaképpen csak egy szolga, aki voltaképpen tőlünk, a néptől kap pénzt azért, hogy tegye a dolgát. Manapság ez már természetes, hogy manapság egy miniszterelnök nem uracskodhat, ahogy ezt Elázi mondaná, hanem tudja, hogy hol a helye, és teszi a dolgát. A sötét középkorban ez nem volt még olyan természetes, a novgorodiak ezt feltalálták, és természetessé tették. Igen, ezt kell mutatni. Ezt a pillanatot, amikor a varégok megérkeznek a szlávokhoz, a meghívásra, ezt a 19. század végén a romantikus, szecessziós periódusban nagyon, nagyon nagyra becsülték, nagyon megragadta a kor gondolkodását. Részben az, hogy ennyire más kultúrából ered az orosz államiság, másfél pedig pont ekkor, amikor az orosz államiság jövőjéről folyt egy társadalmi diskurzus, akkor nagyon fontos volt rámutatni ezekre a gyökerekre, hogy honnan is eredünk, milyen társadalmi szerződésből keletkezett az orosz állam, hogyan lehet ezt tovább vinni. Nem ezen az úton ment tovább végül is, ahogy ez egy 20 évvel kiderült, de az a 20 év, a 1890 és 1917-20 közötti időszak, 30 év, az nagyon erősen koncentrált a varégokra, a varégok és a szlávok együttélésére és szimbiózisára és kompromisszumára. Ez első kép, ami ekkor született, ez Nikolaj Rörichnek, a nagy szecessziós orosz festőnek a Tengeren túli vendégek, vagy a varégek érkezése című képe. A meghívott varégok megjönnek a viking hajóikon, ott a dombokon ott vannak a szláv várok, amelyek akkor még nem léteztek, ez nyilvánvaló, szlávok nyilvánvalóan csak kis településeken voltak. Megjönnek, nézik, hogy melyik földnek lesznek ők az urai, a sirályok üdvözlik őket. Ugyanennek a Rörichnek egy másik, ez már kicsit fenyegetőbb kép, a vörös vitorlák, ahol jönnek, menetelnek befelé a viking hajók, a domboldalon ott vannak a szalma tetős szláv kunyhók. Egy másik vörös vitorlák rajza Rörichnek, amikor megérkeztek. A hajók vontatása szintén Rörichtől, ez nagyon fontos mozzanat, mert hogy a folyók nem összefüggően húzódtak a Balti-tengertől lefelé, hanem időnként a folyók között, vagy tavak között át kellett vontatni a hajókat, és ezt a vikingek így csinálták. Viking hajóépítés. Érdemes megfigyelni ezeket a sárkány vagy állatfejű hajóorrokat, majd látni fogunk ilyet mindjárt élőben. Megérkeznek a vikingek érkezése, a szlávok ételt, adományokat hoznak le nekik. Érdemes megnézni ezt a kis keretet, itt bálványok vannak, a szlávoknak a bálványai, mindjárt visszatérünk erre. És a szlávok szalma, tetős konyhói. Ez itt nem örül így, nem találnátok ki ez. Olyan festők is belementek ebbe a viking romantikába, akikről egészen más képünk van. Ez itt Vasilij Kandinszky, aki mint nagy avantgárd absztrakt festőt tartunk számon, de a 90-es években ő is a szecessziós viking romantika festője volt, ezek az állatfejes hajókkal, késő szecessziós pointillista megoldással,
jönnek a vikingek és elvegyülnek a szlávokkal. És hogy ez a romantika mennyire tovább él, ez egy ház, egy lakótelepi ház Novgorod központjában, nem messze a óvárostól. Jönnek a vikingek, a vitorlájukon az úgynevezett novgorodi kereszt van, a novgorodik rendkívül büszkék erre a keresztre, amelyik csak náluk található meg, és azt mondják, hogy ezt a vikingek hozták, és ez a kelta keresztekkel rokon. A vikingek ugyan nem voltak keresztények, de teljesen mindegy, ez egy ottani származik. Itt látjuk a háttérben Novgorodot, hangsúlyozza a freskó a falon, a murál a falon, hogy ide Novgorodban jöttek először a vikingek. Itt látjuk a Santa Sofia, Szent Sofia székesegyházat, amelyik ugyan csak a vikingek után egy 200 évvel épül meg, de itt már legalább vázlatszerűen látszik, hogy ez majd meg fog épülni. Meg a színeváltozás templom, ezek is később lesznek meg, de muszáj valahogy lokalizálni, muszáj megmutatni, hogy ide jöttek a vikingek először egész Oroszországban, és a hullámok taraja, a hó tarajával, szironyával rímel, és a kis viking leszármazottak éppen mennek közben az iskolába. Itt egy igazi viking hajónak, amit 1905-ben ástak ki Dániában, a feje, valóban állatfejes hajók voltak. Érdemes most megfigyelni, mert erre később az ikonok kapcsán vissza fogunk térni, érdemes megfigyelni ezeket a fonatos díszítéseket, jelzetes viking, normand, északi díszítéseket, amelyek majd a kelta motivum kincsbe is bekerülnek. Ez pedig már egy novgorodi 11. századi hajóorr a Novgorodi Középkori Múzeumból, amelyik ezeket a viking mintákat imitálja, nem ennyire szépen kidolgozott, de létezik és van. Ez egy novgorodi doboztető, amelyik teljesen a viking fonatos mintákat imitálja 12. századból. Egy másik hajóorr 13. századból a fonatos mintákhoz hasonló absztrakt vas vagy bronz díszek. Szintén Novgorodból Rőrichnek egy festménye, a bálványok. Láttuk az előbb a másik Rőrich képen is a szláv bálványokat, és a Novgorodi Középkori Múzeumban valóban van bálvány, abból a korból egy 9. század közepi kőből faragott bálványisten figura. A történelem másfelül, más értelemben is itt köszön be Novgorodban, Oroszországban, abban az értelemben, hogy ha a történelem előtti időnek az írásbeliség előtti időt tekintjük, akkor az írásbeliség Novgorodban maradt fent először Oroszországon belül. A Novgorod környéki tőzeges, mocsaras talaj olyan, hogy a szerves anyagokat megőrzi. És rengeteg, több mint 1000 nyírfakéregre írt levelet, dokumentumot őrzött meg, rengeteg más egyéb anyag mellett is, fa, textil, hasonló emlékek mellett. Ezek a nyírfa levelek, ezek több dologra vetnek fényt. Az egyik, ami nagyon különös, hogy honnan ered a novgorodi betelepülés, illetve a novgorodi tájszólás. A novgorodiaknak máig nagyon erős tájszólás van az oroszokon belül, ezt sokan meg is jegyzik, aminek úgy tartják, hogy az oka, hogy a novgorodiak, amikor a közös keleti szláv bölcsőből valahonnan Kijev környékéről felmentek, akkor elszigetelődtek és eléggé külön tájszólást kezdtek beszélni. Ezek a nyitva levelek, ezek arra vetnek fényt, hogy ez nem így van, hogy a novgorodi tájszólás úgy alakult ki, hogy valami egészen más nyelvből hasonultak az orosz nyelv elődjéhez. A novgorodék ugyanis nem, amikor ide érkeztek, akkor nem oroszul beszéltek, hanem valami olyan nyelven,
amilyen nyelven itt beszéltek, ahonnan ezt most sugározom, Berlinben. Tehát valami olyan nagyon erős nyugati-szláv dialektus beszéltek, és olyan nyugati-szláv társaság voltak, akik valahonnan Lengyelország nyugati részéről, a mai Németország keleti részéről vándorolt be odaföl. És lassan az oroszokkal való kommunikáció folytán váltak orosszá, vagy hasonult a dialektusuk az oroszhoz. A másik, hogy a novgorodiak nagyon írástudók voltak. A hagyományos orosz történetírás úgy tartja, hogy a nép, az orosz nép abszolút írástudatlan volt egy 1000 éven át. Ezek a nyírfa kérgek ellent mondanak ennek. Illetve vannak még egyéb emlékek is. Az úgynevezett novgorodi zsoltáros könyv, 3 darab viasszal bevont tábla, amit egy házban találtak meg, egy házban ástak ki. Ez az egyik viasztáblára egy gyakorolt kéz írta fel a zsoltárokat szláv nyelven, és 2 gyakorlatlan kéz, a másik 2 viasztábla másolta ezeket. Tehát írást, olvasást tanítottak már elég széles körben, és annyira, hogy szemmel láthatóan parasztok is tudtak írni. A novgorodi gazdaság szerkezete kötelezte is őket erre, ugyanis Novgorod legfontosabb bevételi forrása nem a gabona, mint Oroszország többi részén, mint az akkori Oroszország többi részén, amelyik elsősorban az ukrán fekete földet jelentette, hanem olyan luxus cikkek, mint a szőrme, a füstölt hal, a méz. A középkori kereskedelem alapvetően luxus cikkekből állt. Alapvetően luxus cikkekért érte meg elindulni Kínából és megérkezni valahol Perzsiába, elindulni Perzsiából és megérkezni Kijevbe, vagy elindulni Vikingföldről és megérkezni Bizáncba. Kis helyen elférő, de nagyon, nagyon sokat érő dolgokat szállítottak a középkori utakon, a Selyem úton, a múltkor említett marokkói sót, aranyért úton, és összes többi egyéb úton, a fűszerek útján, a Borostyán úton. Az orosz észak luxus cikke a szőrme volt. A szőrme rengeteget ért, rettentő sokat ért, kis helyen elfért, könnyű volt, néhány zsákkal le lehetett szállítani Bizáncba, és akkor annyi aranyat kapott érte az ember, amelyből az egész család is minden kliens megélt, akkor is, ha lefizetett az ember minden adót, és mindenkit megkent, ahogy azt illik. Viszont ehhez az kellett, hogy egy-egy kereskedőnek, vagy földbirtokosnak sokkal nagyobb földje legyen, mint egy olyan középorosz, a fekete földeken élő földesúrnak, aki alapvetően a gabonából szerzi a földjét. A kijevi és csernigovi és hasonló földesúrak megtették azt, hogy nem a fejedelmi központban laknak, hanem környéken, birtokokon, mert a birtokok kicsik voltak, közel voltak, jól megéltek egy kis birtokból is, és amikor csak kellett, akkor 1-2 óra alatt beértek a városba, és mondjuk részt tudtak venni a politikai ügyekben. A novgorodiak nem. Novgorodiak hatalmas nagy területeken tudták csak begyűjteni a megfelelő mennyiségű szőrmét, halat és mézet. Tehát egy-egy novgorodi földbirtokosnak vagy bojárnak irtózatos nagy földjei voltak. A novgorodi földbirtokok Baltikumtól az Urálig terjedtek. Ha oda kiment az ember a földbirtok központjába, gyakorlatilag elásta magát. Nem vehetett részt a novgorodi politikai életben 4-5 nap vagy 1 hét távolságról. Ezért viszont valakinek kellett a birtokot kézben tartani, ezért fontos volt, hogy a birtok igazgató tudjon írni-olvasni. Elolvassa a levelet, amit küld neki a bojár, és válaszoljon rá. Rengeteg ilyen levélváltás van már a korai időből, 9.-10. századból ilyen nyírfakérgeken, és rengeteg olyan levél is, amit a parasztok írnak, többek között az intézők ellen. Ez a levél, amit itt tartogatok már egy ide a képernyőn, ez például egy olyan felháborodott levél, amit a parasztok írnak a birtokigazgatónak, nagyjából a következő szövege, persze ezt nem innen fordítom helyből, hanem a kiadott orosz szöveggyűjteményben olvastam, hogy
kedves XY, tisztelettel meghajlunk előtted, és szeretnénk tudatni, hogy az intéző, akit küldtél fölénk, nem barátságos ember. Mi nem akarjuk őt. Kérjük, hogy vond őt vissza felülünk. Tehát egy ilyen társadalommal van itt Novgorodban, ahol olyasmit meg lehetett tenni, amit az orosz társadalomnak sehol máshol, tiltakozni a parasztoknak a rájuk küldött intéző ellen, levelet írni. Írni egyáltalán, és levelet írni a 9. században, 10. században földesúrnak, és így tovább. A novgorodi társadalom tehát úgy alakul ki, hogy eleve egy olyan társadalmi szerződésen alakul, amit még Rousseau is csak kívánt és idealizált, de itt már a 9. században megvalósul. A helyi kereskedők, helyi patentátok szerződést kötnek a fejedelemmel, hogy az milyen munkákat végezzel számukra, a fejedelem ezt tudomásul veszi a korlátozásokat, és így élnek egymás mellett. A fejedelem nem is sokáig bírja ezt egyébként, mert odahaza nem ehhez volt szokva. Úgyhogy az első fejedelemnek, Ruriknak a fia, Oleg, már el is indul, hogy valami saját földet szerezzen magának, lemegy azokon a folyókon, amelyeken egyébként is mennek le kereskedni Bizánccal, és a Dnyeper mentén, Kijev környékén az ottani szláv törzseket meghódítja. Mintha ezeket fegyverrel hódítja meg, ezért fölöttük már olyan hatalmat tud gyakorolni, amit egy igazi fejedelem gyakorol az által meghódított területek fölött, egy teljhatalmat, adóztatja őket, keményen bánik velük. Itt alakul ki a modern orosz hatalom és modern orosz hatalomhoz való viszony, és modern orosz elnyomás. És olyan jól érzi magát, hogy nem is nagyon akar visszajönni a Novgorodba. Úgyhogy innentől kezdve az a szerkezet alakul ki, hogy a fejedelmek Kijevben székelnek, és Novgorodban mindig csak az egyik fiúkat küldik vissza a fejedelemnek, aki ott aláveti magát a korlátozásoknak, beletanul a fejedelemkedésbe, és majd az apja halálakor ő veszi át a kijevi széket. Közben az orosz társadalom megtér kereszténynek, 980-as években a Nagy Vlagyimir fejedelem, aki maga is kereskedő, hát ő rendszeresen jár le Bizáncba, és látja a bizánci kultúra felsőbbrendűségét, úgy gondolja, hogy ez a kultúra csatlakozni kell, és ennek egy sine qua non-ja a keresztény hit felvétele. Herszonban, a Krimfélszigeten ünnepélyesen felveszi a kereszténységet az odaérkező bizánci papoktól, erővel parancsra megkereszteltetik az egész népét, és innentől kezdve gyakorlatilag mindenki keresztény Oroszországban. Novgorodban is eljut ez az új szokás, a novgorodiak is megkeresztelkednek, és innentől kezdve hivatalosan keresztények. Folyik tovább a történelem. Novgorodnak tulajdonképpen nem jön rosszul, hogy a fejedelem nem náluk székel, hanem csak a fiát küldi oda, akivel lehet tárgyalni, fiatal ember még lehet egyezkedni, úgyhogy lassan-lassan építik ki az önállóságukat, és fokozatosan kiépül egy valóban nagyon, nagyon demokratikus, mondjuk egy oligarchikus kereskedő rendszer. Novgorodban az első nagy fenyegetés a városra az, amikor az 1300-as évek végén, 1200-as években, 1230-ban és 40-ben egyszerre két oldalról támad kétféle ellenség rájuk. 1238-ban a tatárok, akik addigra már leigázták Oroszország többi fejedelemségét, megindulnak Novgorod ellen is, de a mocsarakon nem tudnak átkelni. Novgorod egyik határvárát még beveszik, de tovább nem tudnak menni, mert már takarmány sincs valóaknak, meg a süppedékes, mocsaras vidéken félnek tovább haladni, hogy visszavonulnak, és többet nem próbálkoznak. Novgorod az összes orosz város közül egyetlenként megúszta a tatárjárást.
hatalmas előny. Viszont ott vannak neki a nyugati szomszédai. A viking ősök, akik még annak idején az uralkodókat küldték, most összeállnak svédekké, és mint svédek fenyegetik Novgorodot, szeretnék ezt a gazdag városhálót rohanni és magukhoz csatolni, illetve az a német lovagrend, amelyet még II. András hozott magával, mint egy keleti nyitásként jeruzsálemi hadjáratából, és letelepített Brassó mellett. A hegyekben, Törzsvárban, és aztán rájött, hogy ezek mennyire agresszívak, akkor egy 2 éves háborúság végén végül kirúgta őket Magyarországra. Ezek fölmennek poroszföldre, és igazi keresztény hozzáállással kiirtják az ottani pogány poroszokat, majd viházó szemüket a további keletre vetik, hogy van-e ott még valaki, akit írthatnának, és a földjét elfoglalhatnák, akár pogány, akár skizmatikus keresztény, és van is, ott vannak az ortodox novgorodiak. Megindulnak ellenük, és ezt a kettős fenyegetést, a svédeket és a német lovagrendet kell a novgorodiaknak visszatartani. Szerencsére akkor éppen egy nagyon tehetséges fejedelmük van, Andrej, aki a svédeket 1240-ben a Néva partján veri vissza, ettől kapja a Nyevszkij nevet. A német lovagrendet pedig a Csuttó jegén veri vissza 1242-ben. Mind a kettő olyan győzelem lesz, amelyikre az orosz történelem, orosz ideológia évszázadokkal később is tud hivatkozni, a nagy honvédő háború egyik vezérmotívum, hogy úgy verjük majd vissza a ránk támadó németeket, mint ahogy Nyevszkij tette a német lovagrenddel. Ez szintén egy lakótelep tűzfalán van, és érdemes megnézni már most Nyevszkijnek a zászlaját. Egy olyan Krisztus kép van rajta, amelyik az egyik legrégebbi, legtekintélyesebb orosz ikon, történetesen Novgorod ikon másolata. Mindjárt találkozunk is ezzel az ikonnal. És mögötte a tűzfalon a novgorodi Szent Szófia székesegyház. A 1240-es évek után egy darabig békesség van Novgorodban, gyarapodnak, fejlődnek. Az egyetlen baj az, amikor túlságosan békén hagynak egy országot, akkor magában találja meg az ellenségeket. Tehát az 1250-es évektől kezdve a nagy bojár és kereskedő családok belső feszültségei lesznek a novgorodi történelem mozgatói. Körülbelül 300 ilyen nagy család van, akik egyre nagyobb szerepet akarnának kapni a hatalomból. Ennek a játékai, a belső játékai alakítják Novgorod történelmét, majd mindjárt látni is fogunk egy olyan fából faragott ikont, amelyik ennek a tanúságtétele. Végül lassan-lassan az 1400-as években jutnak el oda, hogy egy olyan viszonylag demokratikus belső rendet tudnak kialakítani, ahol nagyon, nagyon nagy a várost irányító testület. Körülbelül 100 emberből áll az a testület, amik a város irányítja, tehát gyakorlatilag minden fontosabb családnak van benne képviselője, ráadásul évente váltják egymást. Tehát mindenki valahogy a hatalomhoz fér, és így nyugalom lesz a városban. Ez az időszak, amikor Novgorod vezetése a leginkább hasonlít a velencei nemesi köztársaságra, vagy kereskedő köztársaságra, annyira, hogy még az ezüst pénzeiket is velencei mintára verik, velencei szimbólumokkal, tehát nagyon, nagyon érzik a maguk oligarchikus demokratizmusát és annak a rokonságát a velenceiekkel. 1380-ban a moszkvai fejedelemség, amelyik csak nemrégen emelkedett föl, 1260-ban mondják Moszkva születését, akkor ünnepli Moszkva saját születését, 1380-ra annyira fölemelkedik, annyira megerősödik, hogy Kulikovónál megveri az aranyhordát.
innentől kezdődik az aranyat kiszorítás Oroszországból, egyfelől, másfelől pedig a moszkvai fejedelmek törekvése arra, hogy begyűjtsék az orosz földeket, tehát minél több kis fejedelemséget maguk alá gyűrjenek. Ez innentől válik komoly alternatívává, hogy Oroszország olyan lesz, mint Moszkva, meg mint az aranyhorda, amelyiknek az emlői nevelkedett, egy erőszakos autoritár ország, vagy pedig olyan, mint Novgorod, egy demokratikus, nyitott város. A két városállam elkezd harcolni egymással az orosz földek fölötti fensőbbségért. Ezt a harcot végül is sok tényező miatt Moszkva nyeri meg. 1470-ben harmadik Iván, Retegett Iván nagyapja csapatai bevonulnak Novgorodba, a bojárok parlamentjét, a vecsét szétverik, és a vecse harangját elszállítják Moszkvába, tehát nem lehet többet összehívni a vecsét haranggal. A helyi választott bíróságokat, a poszádnyikokat leteszik a hatalmukból, és moszkvai kormányzót neveznek ki a város élére. Ez még hagyján, de pontosan 100 év múlva, 1570-ben Retteget Iván, akit mindenféle üldözési mánia gyötör, úgy gondolja, talán volt is valami alapja, vagy legalábbis egy rágalmazás volt, hogy Novgorod ki akar szakadni a moszkvai fejedelemségből, és a litvánokkal és a lengyelekkel akar lepaktálni. A gyanú elég neki ahhoz, mint számos más későbbi nagyon rossz vezérnek, hogy elküldi az Oprischinát, a magáltal kinevezett fegyveres testőrséget, a KDV-t gyakorlatilag, hogy számoljanak le Novgoroddal. Lemennek, és megrendezik a novgorodi mészárlást. A bojárok nagy részét, a nagykereskedők nagy részét lemészárolják, a várost kifosztják, az értékeit elhurcolják. Ekkor viszik a korai nagy orosz ikonok, nagy novgorodi ikonok nagy részét is Moszkvába, ahol a templomok, nagy templomokba helyezik el őket, aztán később innen kerülnek a nagy moszkvai képtárakba is. Itt az egyik legjobb szecessziós orosz festőnek és színpadi tervezőnek, Vaznyacovnak a novgorodi mészárlás című rajzát látjuk 1901-ből. Ennyit a novgorodi történelmről, erről a különös alternatív útról, amelyik, hogyha megvalósul, akkor most egészen más lenne Oroszország és Kelet-Európa történelme. És nézzük meg a színteret, földrajzilag, hogy mi van itt Novgorodban, és ezzel már a templomokat és az ikonokat is. Már itt a lassan betöltődő térképen is látjuk, hogy Novgorod alatt egy hatalmas tó van, az Ilmeny-tó, amelyikben a folyója, a Volhov folyó folyik. És maga Novgorod a folyó két partján terül el, egy egykori nagy föld sánccal van körülvéve, és azon belül is van két része, egy az úgynevezett Kreml, egy kőfallal megerősített erőd, és a második oldalon a Targovaja Starona, a kereskedő oldal. Ez a Szafiszkaja Starona, a Szófia oldala, a másik kereskedő oldal. A Szafiszkaja Starona a Szent Szófia székesegyházról kapta nevét, amelyik természetes módon a bizánci Hagia Szófia nevét veszi át. Szófia ebben az esetben nem Zsófiát jelent, nem valamilyen Szent Zsófiáról nevezték el, hanem az isteni bölcsességről, amelyiket a Biblia annyit emleget, héberű Sekina, a megszemélyesített isteni bölcsességnek szentelték ezt a templomot. Itt áll a Kremlben, a Kremlnek ez az oldal az érseki rész, ez a másik oldala pedig a kormányzói rész volt. Ez a Szent Szófia székesegyház, amit 1045-1050 között
épített a Novgorodi fejedelem. Ez a legrégebben álló orosz kőtemplom. Ez is mutatja, hogy a tatárok nem tudtak ide jönni, mert a tatárok mindenütt lerombolták a templomokat és elégették az ikonokat. Egy nagy középső kupola és négy kis kupola veszi körben, egy külön kápolna van a saját kupolával, és nagyon szép, sok szép faragott ajtó és ablakkerettel. Egy gyönyörű 13. századi ikonosztáz. A freskók nagy része felújított, mert a németek elfoglalták Novgorodot, és nagyon, nagyon sokba került kiverni őket. Rengeteg műemlék sérült meg a város felszabadítása közben. Ez a templom főbejárata, egy nagy faragott kapuval, fölött egy hatalmas nagy freskóval, egy utolsó vacsora és könyörgés Krisztusnak kép, alatta az a nagy Krisztus arc, amit már a zászlón is látunk, azt mondom, a Nyeszki zászlaján, és látunk mindjárt az egyik legrégebbi novgorodi ikonon is. A kapu különös figyelmet érdemel, ez egy 1100-as évekbeli bronzkapu, amit magdeburgi mesterek készítettek a lengyel Plock székesegyháza számára. A Plocki érsek ajándékozta különböző előjükért és segítségekért Novgorodnak, azóta itt van. Erről majd valamikor külön is akarok beszélni, annyira érdekes annyira szép és annyira érdekes az ikonográfiája. A érseki palota. És a székesegyházban az ikonosztáz mellett van ez az eléggé megfeketetett ikon. Akármilyen is, ez a legszentebb novgorodi ikon. Az úgynevezett jel istenanya ikona, Mária van rajta, megmutatom mindjárt láthatóbban is, csak először akarok mutatni, hogy egy ilyen nyele van az ikonnak, amelyik itt folytatódik, tehát egy olyan ikon ez, amelyiket alapvetően hordozásra csináltak. Menjünk át a láthatóbra. Tehát egy Mária látható rajta, oráns tartás, valamint így felemelje kezét és imádkozik, és a mellén egy ilyen körben a kis Jézus van. Tehát nem tartja a kis Jézus, hanem mellén van egy körben. Ez a mellén körben, ez a terhességnek a szimbóluma. Tehát itt valójában azt mutat, egy olyan Máriát látunk, aki a méhében hordozza a kis Jézust, és ezért is jel Mária, mert ez Izaiás 7.1-nek arra a versére utal, hogy ez lesz számotokra jel, íme a szűz fogan és fiút szül, és leszen az ő neve Emmanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ez volt az egyik legerősebb ószövetségi passzus, amelyiket a kereszténység úgy értelmezett, hogy megjövendölte Krisztus születését és Mária szűzi szülését. Ezért ez a ikonográfiai formula, ez erre a bibliai idézetre utal vissza, illetve Mária szűzi szülésére. Ma már tudjuk azt is, hogy ezt az ikont, ezt az egyik bojár készítette a saját fiával, aki az első név szerint is ismert ikonfestő Oroszországban, ezt mindezt a festőnek a lakásán fennmaradt és kiásott nyírfalevelből tudjuk. Arra az alkalomra, amikor a lányát feleségül adta a fejedelemhez. Tehát ez egy nász ajándék, nyilván a terhesség erre a örvendetes eseményre is utal, és a fejedelem utána elhelyezte az ikont a székesegyházban. Az ikon akkor vált nagyon fontos történelmi mozgatóvá, és sok más ikon ihletőjévé, amikor 1170-ben a Novgorod körüli orosz fejedelemségek Novgorod gazdaságát megirigyelve megtámadták
Novgorodot Szuzdál vezetésével, a Szuzdál fejedelemség öt másik fejedelemséget fellázított, hogy menjenek, foglalják el és fosszák ki Novgorodot. A novgorodi krónika azt írja, hogy sokkal számosabbak voltak, mint a novgorodi hadsereg. A novgorodikat hatalmas rettegés fogta el, és az érsek azt látta álmában, hogy ezt az ikont kell fölemelnie, körbejárnia vele a várost ünnepélyesen. Itt látszik, ahogy a folyón átvezető hídon, a kereskedő oldalról a Szófia oldalra átmennek körmenetben, mindenki leborul előtte, imádkoznak. Itt viszik át. A következő képen azt látjuk, hogy megérkeztek a szuzdáliak, nyilaznak a várra és az ikonra, amit kitettek a falra, de a krónika azt írja, hogy de egyszer csak hatalmas rettegés szállta meg őket, és fényes nappal vakság szállt a szemükre, és annyira nem láttak, hogy egymást kezdték el mészárolni. Itt vannak a szuzdálci, paszlovje, tehát a két szövetséges elkezd egymás ellen harcolni. És amikor már eleget harcoltak egymás ellen, és kimerültek, akkor kitörtek a novgorodiak a várból, és elkezdték őket mészárolni. Ilyen módon megfutamították őket, és megszabadították Novgorodot. Látszik, még egy angyal is beszáll a buliba. Itt meg sok halott. Innentől kezdve ez ikon, ez egy legszentebb ikon volt. Itt egy olyan jelentetet mutatok, ahol az ikon ma is a Novgorod Ikon Múzeumban van. Jön a novgorodi kis csoport, és a tanárnéni magyarázza nekik a történetet, és azt mondja, hogy tudjátok, az a híd, amelyeken ti is szoktatok ide az iskolába jönni. Tehát beágyazza a történetet a mai novgorodi felnőtt nemzedék illetve akik azonnal személyesnek veszik, így adódnak tovább a legendák. Ez egy jóval későbbi, 1600-as évekbeli Jaroszlávi, tehát innen 300 kilométerre fekvő, de hogy is 600 kilométerre fekvő templomban a jelenet ábrázolása, már teljesen más a vár, már teljesen ilyen gótikus nyugati lovagvár, ahol felrakják ugyanezt az ikont a falra, és az ellenség egymást kezdi mészárolni. Az ikon annyira szent volt, hogy a kereskedő oldalon külön templomot állítottak neki. A Jelistany, a székesegyháza máig megvan. Ma már persze nem ott tartják, hanem a székesegyházban. Ez egy érdekes kép a kapu fölött. Ez egy jelezetes novgorodi ikonformula. Középen valaki egy könyvből tanít, és angyalok veszik körbe. Ez az isteni bölcsesség. Más keresztény vidéken nem nagyon találunk ilyenfajta megformálást. A novgorodiaknak volt fontos, hogy mint az egyházukat az isteni bölcsességnek nevezték el, ezért az isteni bölcsességet, mint olyat, ábrázolták, és ábrázolták is freskókon, ikonokon mindenütt, és fölötte pedig ott van a jelistanya. Ez a jelistanya székesegyháza. Ma is, Novgorod azért baromi szép, meg baromi érdekes, mert ma is körülbelül 100 ilyen templom van benne, 100 ilyen középkori templom, elképesztő gazdag. De vissza. A másik nagyon fontos templom még olyan, megnézzünk itt. Mondjad? Valaki beleszólt? Nem. Másik nagyon érdekes templom, vagy fontos templom, ez a Szent Miklós székesegyház. Ahogy a Kremben volt egy Szent Szófia székesegyház, úgy itt a kereskedő oldalon a fejedelmek építették, ugyan, de a kereskedők azonnal átvették, egy kereskedő székesegyház volt, a Szent Miklós székesegyház. Egy gyönyörű
mondhatni románkori épület. E körül tartották a vecsét, tehát e körül volt a bojároknak, a kereskedőknek a gyűlése, az első orosz parlament. És még egy nagyon fontos, az ikonok számára nagyon fontos hely, lemegyünk 5 km délre a Volhov folyó mellett, és ahol a Volhov beleömlik az Ilmeny tóba, itt van a Szent György kolostor. A Szent György kolostor a második legrégi templom és egyház épület Novgorodban. Bocsánat, most nem akarok a sofrakat érni, de aki bekapcsolta, az kapcsolja ki. Igen, de nem bírom. Igen, kérem, hogy mindenki kapcsolja ki a mikrofon. Ha nem megy, akkor megpróbálok kikapcsolni, de jól lenne kikapcsolni, köszönöm. Tehát a második legrégebbi kolostor 1119-ben épült. Látszik, hogy az épület nagyon hasonló a Szent Miklós Székesegyházhoz, az Ilmeny-tó jegén keresztül lehet látni a kolostort. Gyönyörű kapuépülete van, 3 templom van benne, a Szent Megváltó templom, itt a keresztfelmagasztalásának a temploma, és a legrégebbi az 1119-es Szent György templom. Szent György, mint harcos szent, nagyon fontos volt a novgorodiak számára, akik egyfolytában harcoltak az ellenségekkel. Itt a hátulról, belülről gyönyörű karcsú magas belseje van. A freskók 19. századiak, de el tudjuk képzelni, milyen szép lehetett ez az eredeti 12. századi freskókkal, amelyeknek a törvékei megvannak még a Novgorodi Múzeumban. Ezek. Ez a templom azért is fontos, mert a legrégebbi orosz ikonok innen származnak. Áttérek most azokra. Leállítom ezt, és átmegyünk. A korai ikonokra. Egy pillanat. Ez a legrégebbi létező orosz ikon, Szent Péter és Szent Pál ikonja, közöttük, kettő között Krisztus fejével. Péter és Pál az egyház egységének a jelképe, Péter, mint a zsidó egyház, Pál, mint a pogány egyház, mint a pogányságból megtért egyház feje. Ezért is ünnepeljük őket ugyanazon a napon, van ünnepünk ugyanazon a napon. Látjuk, hogy noha tényleg a novgorodi kereszténység elejéről valók, tehát még nagy gyakorlatot nem alakíthattak ki az ikonfestésben, de mennyire profi, mennyire szépen megvan munkálva. Ebben nagyon fontos szerepet játszik az, hogy a varégok ezeken a vízi utakon rendszeresen jártak le Bizáncba, ott árulták az észak terményeit, és hozták vissza a déli terményeit, többek között az ikonokat. Novgorod sokkal nyitottabb volt Bizánc felé, mint Oroszország bármelyik másik része, a folyók miatt, meg a folytonos kereskedelem, meg a gazdagság miatt. Az orosz ikonfestészetről szóló szakkönyvek is kiemelik, hogy Novgorod mindjárt az elején mennyire biztos kézzel tapintott a bizánci forrásra, nem provinciális másodlagos munkákat másolgatott, hanem azonnal Bizáncból hozott ikonokat, meg mestereket, és azonnal a legjobb mesterekkel díszítették a templomaikat is. Itt a távoli északon valami elsőrangú művészet honosodott meg, mindjárt a kereszténység felvétele után. Ez egy hatalmas nagy, majdnem 2 méter magas, egy másfél méter magas ikon. Ez vezeti be a Novgorodi Ikonmúzeum kiállítását.
hasonló méretű, mint ez, ez a Szent Györgyikon, ezek mindannyian úgynevezett oszlopikonok voltak, tehát a Szent György kolostor kupaját tartó négy nagy oszlopot ilyen ikonok vették körbe. Ezek maradt, három ilyen ikon maradt fönt, nem, négy ilyen ikon maradt fent róluk. Mind a négyet Retteget Iván szállította Moszkvába, és onnan szerezték vissza a dolgok egy részét, egyet, ezt az egyet, Péter és Pált, a másik három ott van Moszkvában, vagy templomban, mint ez, amit most látunk az Uszpenszki székesegyházban, vagy már a bolsevikok bevitték a Tretyakov galériába. Ez a nagyon szép Szent György, álló Szent György ikon, ez is innen származik, a Szent György kolostorból, ez az egyik legkorábbi orosz ikon, nagyon sokan utánozták. 1130 körülnek datálják. Ez a másik gyönyörű Szent György ikon, ugyanekkori 1130-40 környéki. Ennek az ikonnak az érdekessége, hogy az a Juri Bogoljuszki fiatal fejedelem rendelte, aki aztán meghívást kap Grúziába, hogy mint nagyon jó harcos legyen a grúz királynő Támár férje. El is megy Grúziába, le is tölti ezt a szerepet egy jó darabig, amíg Támár el nem válik tőle, mert nem tud gyermeket csinálni neki. És az az érdekes, hogy nézzétek meg ezt a fejet, nézzétek meg az egész kialakítást, ez egy bizánci mintából egy picit helyivé, népiessé formált Szent György, gyönyörű göndör hajjal, hatalmas nagy szemekkel, és nézzétek meg ezt a képet, ami most jön utána, ez a legszentebb, legrégibb grúz Szent György ikon. Ez Szvanetibe, Mesztiában van kiállítva a Nemzeti Múzeumban, azon a helyen, amelyik Támár királynőnek az egyik legfontosabb támaszpontja volt, amit ő látott el ikonokkal, kegytárgyakkal. Nagyon valószínű, visszatérek az előző képre, és aztán visszatérek még egyszer erre, nagyon valószínű, hogy Juri Bogoljuszki elhozta a saját ikonjának egy másolatát, és mint uralkodó ikon, ez vált a grúz ikonfestészet ihletőjévé is. Ennek az ikonnak a másolatait szinte minden grúz templomban megtaláljuk. Még egy kicsit eltúlozták a már eleve eltúlzott vonásait, hatalmas szemeit, a göndörhaját. A pánt ugyan nincs rajta az előző képen, de az előző előtti képen ott van a pánt a göndörhajon. Ez a nagyszemű, ovális, tojás arcú göndörhajú szent, ez lesz az grúz ikonok aranykorának az ideál típusa. Ez angyali üdvözlet szintén ott volt valamelyik oszlopon. Ez is egy nagyon fontos régi ikon, amelyik sok más ikonnak az illetője volt. Ezt is felvitték Moszkvába, az Uszpenszki székesegyházban, most a Tretyakov galériában van. Gábriel megáldja Máriát, és közli vele, hogy ha akarja, akkor ő lehet a megváltó anyja, mert Mária elfogadja ezt a meghívást, és azonnal látjuk, hogy azonnal, mint a jel Isten anyjának a ábrázolásán, azonnal megjelenik ez a kör, a klipeusz a mellén, benne Krisztussal, tehát megfogan a méhében a Krisztus. Ezt Usztyini Isten anyának is nevezik ezt a képet, mert egy 16. századi legenda gyűjtemény szerint az Usztyin városában egy Prokópius nevű szentpap látomásra meglátta, hogy egy meteor fog lezuhanni a földre, és ezt vihar és tűzvész fogja követni, és csak aki ezelőtt a képen imádkozik,
az fog megmenekülni, hogy buzgón imádkozott és a kép előtt, míg a város többi lakója csak akkor vette észre, hogy mit kell csinálni, amikor már a bajok megkezdődtek, és akkor mind áramlottak és imádkoztak az ikon előtt, amíg a legenda szerint ezek szerint ott volt a városban. Ebből semmi történetek semmi nem bizonyított, viszont ez az ikon hírnevét csak növelte, és további ikonok festésére adott alkalmat, ahol ezt a legendás eseményt festik meg. Ilyenből van Novgorodban is a gyűjteményben több. Noha elvitték a képet Novgorodból, de példát adott egy csomó más ikonnak is, amelyik megmaradt a novgorodi gyűjteményben. Ez az 1300-as években készült, látjátok az előzmény alapján. Tehát nyilvánvaló, hogy noha az ikont elvitték, de addigra már helyi ikonfestőknek sok vázlatuk volt róla, úgyhogy a kor stílusa alapján az eredeti szerkezetet tovább tudták örökíteni. 1300-as években a korabeli bizánci stílus behatásaképpen nagyon fontosak ezek az aranycsíkok, mint a gazdagság, hanem mint a térbeliség jelző is. És egy új ikonográfiai érdekesség, itt már nem a pajzsban van Mária mellén a kis Jézus, hanem mint a nyugati festészetben az Atya Istentől leszáll rá a Szentlélek, és így fogam meg. És a lábánál van egy kis szent, Szent Tiron, aki valószínűleg az adományozónak a védőszentje. Ez még egy nagyon-nagyon fontos ikon, ez talán a legfontosabb a korai novgorodi ikonok közül. Ez sem itt van, hanem a Tretyakov galériában. Ezt is elvitték a korai ikonokkal együtt. Ez a nem kézzel készült Krisztus képmás, Nyerukatvarna ikona Krista. Miért nem kézzel készült, mikor szemmel láthatóan ezt kézzel festették? Azért, mert az eredeti, amiről ez készült, az az ortodox hitvallás szerint nem kézzel készült. Az eredeti kép ugyanis egy olyan kép, amelyik rokona a mi vagy katolikus Veronika kendőnek. Az ortodoxok nem ismerik a Veronika kendőt, tehát nem nincs olyan legendájuk, mint a katolikusoknak, hogy a keresztet vívő Krisztusnak Veronika kendőjét nyújtotta a Krisztus, megtörölte vele az arcát, és a kendő rajta maradt az arcképe, hanem egy másik legendájuk van, hogy az edesszai szír király leprába esett, és küldött és megtudta, hogy van itt egy ilyen csodatevű valahol ott lent Júdea provinciában, aki mindenféléket gyógyít, hát ha őt is meggyógyítaná, és elküldötte egy követét sok ajándékkal, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. Krisztus közölte, hogy órájára nézett, és közölte, hogy mindjárt keresztre fogják őt feszíteni, úgyhogy most már nem mehet, mert itt kell betölteni a hivatását, de addig is küld valamit, amitől a király meggyógyul, és ha majd meghalt és feltámad, akkor meg küld valakit, aki igazán meggyógyítja. És ezzel fogott egy kendőt, az arcára borította, és a kendőben ott maradt az arcképe. Ezt felküldte a királynak, Abgár király megkapta a kendőt, a saját arcára borította, és azonnal meggyógyult a leprából. De az igazi gyógyulásra akkor került sor, amikor Krisztus feltámadt és szétküldte az apostolait, hogy térítsenek, és saját unokaöcsét, Júdást Tadé apostolt küldte, hogy menjen Edesszába. El is ment, emlékeztette a királyt arra, hogy miből tért meg, vagy miből gyógyult meg, és közölte, hogy igazi gyógyulás pedig most következik, mert hogy meg is fog térni. Megtérítette a királyt kereszténynek, és az egész népe is megtért kereszténynek, ezért létezik máig, a már mennyire létezik a Szíregyház, tehát ezért volt joga a Szíregyháznak saját anyanyelvén misézni, saját egyház szerkezetet kialakítani a bizánci egyháztól függetlenül. Ezért nem nyomták el őket, mert egy ilyen eredeti, ilyen ős eredetre tudtak hivatkozni. Erről a képről, erről az Abgár kendőről, erről számos másolat készült. Ezek másolatok elvitték a különböző országokba, és azokról megint sok másolat készült. Ez a novgorodi ikon, ez az ős másolat.
az orosz ősmásolat. Minden oroszországi Krisztus ikon erről az ikonról készült. Ezt az ikont láttuk az előbb, ha emlékeztek még rá, a Nyevszki, Alekszandr Nyevszki freskó hátterében a zászló képén. Máig egyébként ez az ikon, vagy ennek valamilyen másolata, vagy változata van az ortodox templomokban a bejárat belső oldalán. Azért, tehát a kapu belső oldala fölött, azért, hogy a hívő kilép a templomból, akkor ez legyen az a kép, amit magával visz, amelyeket kvázi az arcára borít, és amelyik egész nap vele van, úgy, ahogy Abgár király az arcára borította, hogy egész nap gyógyultan járhasson, ami különösen a mai koronavírusos időben nagyon fontos. Itt ennek egy másik változata. Az ikonnál nem az a fontos, mármint nekünk művészettörténésznek, igen, de a hívőknek nem az a fontos, hogy pontosan hogyan festik meg, hogy hasonlít-e az előzőre vagy sem, hanem a struktúrájában a fontos vonásokat tekintve azonos azzal, és az azonos. Még egy nagyon fontos korai kép, egy Szent Miklós ikon, 13. századi, a legtöbb orosz Szent Miklós ikon eredete. Eredeti kép, ez is a novgorodi képtárban van, ikontárban van. Szent Miklós egy ilyen Saint for all season, tehát egy ilyen mindenre jó szent az ortodox egyházban, mint pádovai szent, amit a katolikusoknál, hogy mindenfajta vesztes ügyért lehet hozzá imádkozni. Nem egyszerűen, nem csak december 6-án játszik fontos szerepet, hanem mindig egész évben. Minden apró cseprő bajban Szent Miklóshoz lehet fordulni, amikor nem különböző szenteket tesznek a képek köré, mint itt, hanem az élete egyes jeleneteit, többnyire azokat teszik oda, azokból látszik, hogy mennyi sokféle változatos esetben segítette az embereket, és megkeresi az ember megfelelő jelenetet, ránéz, és azt mondja, hogy engem is valami hasonlóba kellene, most megsegítsél, kedves Szent Miklós, ezt és ezt fogom tenni, hogyha megsegítesz. Korai nagy ünnep ikonok, a 12 nagy ünnepet szokták ábrázolni az ortodox ikonosztázon és környékén. Itt Krisztus alászáll a poklokra, hogy az ott várakozó bűntelen ősatyákat, akik azért nem mehettek addig a mennybe, mert addig a menny zárva volt, csak Krisztus nyitotta meg, azokat most megragadja és fölvigye. A poklok kapuját kidönti, az ördög ott szenved, és a nagy ószövetségi királyok és proféták tárgyalják, hogy most mi történik itt, ki az, aki lejött. Ádámot és Évát megragadja, és viszi őket föl. Nagyon szép a jelenetek részletenek a kidolgozása is. Egy Szent Háromság ikon. A Szent Háromság ikonok azért nagyon érdekesek, mert a Szent Háromságot senki se látta. Nem tudják lefesteni. De van egy olyan jelenet, ráadásul ószövetségi jelenet, az egyisten uralma idején játszoló jelenet, amelyiket a kereszténység a Szent Háromság tökéletes paradigmájának találta. Ez az a jelenet, amikor Ábrahámot meglátogatja három angyal. És Ábrahám felszolgál nekik, és aztán megígéri a három angyal Sárának, hogy na, a 100 éves egy gyereke lesz, és az a gyerek fogja örökölni a földet, és annak az utódai, illetve elkezdenek alkudozni Ábrahámmal, Ábrahám kezd alkudozni velük arról, hogy Szodomát és Gomorrát hány igaz ember megléte esetén pusztítsák, vagy ne pusztítsák el. Az ikon közepén, egy asztal mellett ott a három angyal, akik megáldják az ételt, amit éppen esznek. Ábrahám ide teszi eléjük a borjút, amit levágott,
sára, háttérből nézi őket. Középső figura fölött egy nagy fa van, amit később a keresztfa fájának értelmeznek. És körben pedig olyan ószövetség és újszövetség jelenetek, ahol mindegyiken három angyal bukkan föl. Három vagy több angyal. Ez azért fontos, mert az ikonok nagy részében a kereten az illető szentnek az életjelentei vannak, ez a zsitje rész. Tehát itt ha mondjuk Szent Miklós lenne, akkor Szent Miklós életének jelenetei lennének. A Szent Háromságnak ugye nincs ilyen élete, de a Szent Háromságnak is vannak olyan jelenetei, amikor angyalok formájában, három angyal formájában beavatkozott az emberiség történetébe, ezeket gyűjtik itt össze. A teremtés történettől kezdve a különböző bibliai példákon át. Itt közelebbről. Nagyon, nagyon szép, finom kidolgozás, annyira szép és finom az ikonok kidolgozása, annyira nem provinciális, hogy ez tényleg csak a bizánci elődökhöz mérhető. Most nem tudok példát mutatni, de a korabeli orosz ikonfestészet nem közelíti meg ezt. Majd valamikor 1400-as években Antal Gyubov és a követői fognak ilyen finom képeket festeni. Egy jelenet például az oldalsó jelenetekből, amikor Ábrahám fel akarja áldozni fiát isteni parancsra, és egy angyal jelenik meg, és rámutat a bárányra, amelyik ott van felakadva a bokorba, hogy a bárányt áldozza fel Izsák helyett. Hol van itt a három angyal? Kérdezhetnénk. Az egyik, aki a jelentést mondja, a másik, aki őt küldte, tehát az atya küldi a másik személyt, a szent lelket, hogy jelentsen Ábrahámnak, a harmadik, az a bárány, akit föl fognak áldozni mindjárt, az pedig a fiúnak az előképe. Tehát a Szent Háromság rejtett formában itt is megvan. Ebből az ikontípusból, ahol az egész történet ott van, bőbeszédűen ebből alakul ki az egyszerű típus, amelyiket majd Rubel is meg fog festeni gyönyörűen, ahol már a mellék jelenetekre nincsen szükség, hanem csak a három angyalra, a fára, amelyik a keresztfát jelképezi, és ki lehet ráírni, hogy Trojica, tehát a Szent Háromság. És akkor innentől kezdve már világos, hogy ez a három angyal minden történet nélkül, ez már a Szent Háromság ábrázolása. Megint a nagy ünnepek egyike, az Isten anya elszenderülése, Mária halála, mondhatnánk. Mária az apostolok körében elszenderül egy ágyon, az apostolok aggódva és fájdalommal nézik, de megérkezik már közben Krisztus a dicsőség fényében, aki a lelkét egy ilyen kis bepólyázott baba formában magához veszi, fölemeli, körülötte a vörös dicsőség fényét, ilyen sötét fény mandorla övezi sötét angyalokkal, is viszi föl. És itt az előtérben történik még egy érdekes apokrif esemény, hogy egy eretnek, vagy zsidó, vagy valami sötét figura le akarta volna rángatni Máriát az ágyról, vagy meg akarta volna érinteni, mindenképpen meg akarta volna gyalázni a testét. Egy angyal terem ott, és levágja a két kezét. Itt közelebbről. Krisztus a Máriával. Nézzétek a ruhát, hogy mennyire, csak ezekkel az egyenes vonalakkal mennyire szépen kifejezi a redőket. Ez egy jellegzetes bizánci vonás. Látszik, hogy már leváltak a kezei, levágta őket, de az eretnek utána nagyon megbánja a bűneit, megtér, és akkor az angyal visszaragasztja a kezeit, és onnantól kezdve a kereszténység egyik fő hirdetőjévé válik.
itt az angyalnek is ilyen gyönyörű arany vonásos szárnyai vannak. Ezek a nagyon, nagyon kiemelkedő, világító, fehér, illetve arany vonásokkal fantasztikus, szép plasztizitást tudnak kifejezni. Ez a bizánci és a novgorodi festészet egyik nagy fogása. Egy másik a nagy ünnepi képek közül Krisztus keresztelése. Krisztus keresztelését mindig úgy ábrázolják, hogy a Jordán folyó vize mint egy fölemelkedik mögött, tehát mint egy nagyon magas perspektíva pontról néznénk rá a folyóra. Mesztelenül áll benne keresztelő Szent János éppen megkereszteli, és három angyal már ott van a törölközővel. Ugye a nagy piros törölközőt tartanak, hogy Krisztus nem tudjon törölközni. A szentség megemelésére, illetve elrejtésére, tehát hogy legyen köztünk és a szentség ábrázolása között egy közvetett réteg, ne színről színre lássunk, ezért ilyen klejmót, vagy skaftost, tehát egy ikontakarót, ikontakarónak a részleteit rakják a képre, ezüstből formázott kis glóriákat. És nagyon mókás, hogy Krisztus mellett kik laknak a folyóban. Egy folyamisten, a görögök, a régi görög ábrázolásokból átöröklik azt, hogy a folyóknak, a vizeknek, a hegyeknek vannak még isteneik. Azok ott ülnek és végzik a dolgukat, ebből a korsóból folyik a Jordán, mellette különböző halak, egy nagy csuka. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Ezeknek a novgorodi ikonoknak nagyon, nagyon szépek a részletei, nagyon egyszerű földies, két lábbal a földön álló részletei vannak. Krisztus világvasárnapban van Jeruzsálembe, egy fehér csikó, fehér szamár csikó lenne tulajdonképpen hátán. Pálmaágakkal fogadják, a pofa a kisgyereket is magával hozta, aki kinyúl a ruharedői közül. Krisztus oldalvást ül a nyerekben, valaki még töri a pálmaágakat, mellette Jeruzsálem képe, és benne egy olyan templom, mint a Szent Szófia. Novgorodban valaki leteríti a ruháját a csikó elé. A lovaknak gyönyörű a képük, gyönyörű az arcuk a novgorodi képeken. És végül az, ami nem hiányozhat egyetlen egy ikonmúzeumban, az utolsó ítélet ábrázolása középen. A világot ítélő Krisztussal, Ádám és Éva könyörögnek mellett alatta, hogy könyörüljön az emberiséged, mellett a két legközelebbi földi rokona, Mária és János könyörögnek ugyanezért, körben az apostolok ülnek, fölül az angyalok, tekerik össze a világ mindenséget, a mennyet, a csillagokkal, a lappal és a holddal, mert innentől kezdve, az odiáksőjékkel, mert innentől kezdve vége az időnek, tehát innentől kezdve erre a paravára nincsen szükség. Biztos ott van a háttérben a Szent Szófia, jelentős momentum lesz a világ végén. A gonoszok mennek le a pokolba, a nagy vérfolyóba, a ördögök már várnak itt a zsákmányaikra, részletezve vannak az egyes bűnök. Bal oldalt Mária, a paradicsom királynője ül a paradicsomban, és az üdvözült lelk, akik itt mennek be a paradicsomba, azok az ő védelmében és a három pátriárka kebelén nyugodhatnak meg. Ahogy ezt már sok ortodox templomban elmondtam kirándulva társaságnak. Adja Isten, hogy mi is ide kerüljünk ebben a nagy koronavírusos időszakban. Ámen. Ennyit akartam mondani. Köszönjük. De még várjunk vele egy kicsit. Hát várjunk vele, persze, nem sietős. Nekem nem sietős, csak ha majd. Majd.
És itt fölül, megkérdezhetem, itt fölül van egy nagy kerek rész, ahol egy fehér ruhás alak. Ott-ott, igen. Ez, várjál csak azt, ez mi lehet. Van itt parancsolottám. Kiléptem. Nem a Lázár föltámadt? Nem a Lázár föltámadása, én azt gondolom, inkább az a... Nem. Kis parancsolat, nem a kezében? Nem tudom. Nem tudom, utána kell nézem. Nem gyakori. Bocsánat. Nem szokott az utolsó ítélet képeken jelen lenni, lehet ez valami helyi novgorodi, amit meg kell. Nem lehet keresztelő Szent János a barna ruhája miatt? Jó. Hát nem. A fölé az van írva, hogy ISKS, tehát Jézus Krisztus. A jobb oldali, nem tudom olvasni, az elmosódott. Megnézem majd a novgorodi ikonkatalógusban. Tamás, küldtem néhány kérdést a cseten. A csetet nem tudom ilyenkor olvasni, mert az előadásra vagyok elfoglalva. Mondjad most szóban. Csak azt kérdeztem, hogy találkoztatok érdekült, akkor úgyis megválaszolod. Jól van, megnézem akkor. Köszönöm. Nem, nagyon nem jól beszél, szóval az nem vitás. Hogy mondod? Haló? Jó. Sziasztok, köszönöm szépen, én kiszállok. Köszönöm neked. Szépen. Ja. Akkor egy hét múlva találkozunk, és akkor Szent György nap előtt Szent Györgyről fogok beszélni. De Szent György! És akkor Szent György! Sziasztok! Lesz valami információ erről? Hát mindig szokott lenni információ róla. Jó, akkor jó. Anélkül nem megy. Nem tudjátok kiszokni a 41 számjegyű belépni. Az biztos. Köszönjük, Tamás. Köszönjük, Tamás. Sziasztok. Még nem is tudjuk közte. Ez én magamat nem látom. De Gábor Popol az első. Nálad szól, Tamás? Hogy mondod? Nálad szól a zene? Nálam szól, ez egy búcsú zene. Köszönjük. Köszöntök. Köszönöm én is, hogy voltatok. Sziasztok.